Tisztelt jászoló család, barátok, munkatársak, ismerősök, kedves főorvos úr, Laci bácsi. Távozó kollégánk, barátunk, igazgatónk élete azt igazolja, hogy te nem önmagadnak éltél. Minden törekvésed arra irányult, hogy hasznára, javára, előmenetelére legyél a tiédnek és a közösségének. Ezért küzdöttél lángadatlanul, példát állítva elénk. József Attila sorai jutottak eszembe. Ne bántsatok, ha most rossz vagyok, ha most kicsit halkabban élek, halkabban élnek a felhők is, meg a halottak, meg a rétek. Miért bántanánk, bár lassan elromlott benned valami, amit mi már nem tudtunk megjavítani, meggyógyítani, bár halkabban mégis tovább élsz bennünk. Ezután nélküled kell küzdjünk, nélküled kell helytálljunk az életben, de példád mindig kötelezni, biztatni és bátorítani fog. A múlt eseményei nem lehetnek fontosabbak, mint az a felelősség, hogy kezelnünk kell a régi tettek következményeit a jelenünkben. A gyógyulás nem abban rejlik, hogy folyton újraéljük a múltunkat, hanem abban, hogy felismerjük a hatását és megvalósítjuk a jövőt. Annál több erőt ad, minél pontosabban meg tudjuk érteni, milyen szerepe volt a jelenünk formálásában. 1926. április 11-én születtél Baján. Kitűnőre érettségiztél, és mindig gépészmérnök szerettél volna lenni. 1944. szeptemberében Budapesten egy hirtelen gondolattól vezérelve a Kecskeméti utcában bementél a Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskarára, és felvételre jelentkeztél. Akkor még nem kellett felvételi vizsgát tenni kiváló eredmény mellett, így örömmel mentél haza és újságoltad édesanyádnak, hogy tudod, hova jelentkeztem? Melyre ő azt válaszolta, igen, tudom, orvosira. Ugye az anyák mindent tudnak a gyermekeikről. 1945 után új tanárokkal egészült ki a professzori kar, és sok addig egyetemre nem jutó fiatal is beiratkozhatott. Az 1948-as baloldali fordulat után alapvetően megváltozott az egyetem szerkezete, de te sikeresen abszolváltad a 6 évet, és 1950. szeptember 8-án szereztél diplomát az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskarán, még mielőtt az 50-es években az egyetem új neve Eötvös Loránd Tudományegyetem lett, és államigazgatási okokból önálló egyetemmé vált volna 51-ben az orvostudományi kar. Majd az utat visszavezetett szülővárosodba, József Attila pedig így folytatta. Győzni épp oly szép, mint a virág, de én az utcákon lődörgök, vagy esőt hallgatok szobámban, s nagyon hallgatok, hogyha dörgött. 1950. október 15-től 10 éven keresztül, 1960. október 10-ig, a Bajai Közkórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán dr. Burgete professzor, akit egész életedben tanítómesterednek tartottál, szárnyai alatt megtanultál győzni, és ezt értéken kezelni. Kezdetben segédorvosként, majd adjunktusként dolgoztál, és tanultad ki a szülészet nőgyógyászat rejtelmeit, a női daganatsebészetet. Volt főnököd és példaképed előbb osztályvezető főorvosa 1938-tól 42-ig, majd igazgató főorvosa volt 42-től 58-ig a kórháznak. Ekkor bekövetkezett halálát követően fiatal szakorvosként lettél Baján osztályvezető 2 évre. 1960-ban Rejle Géza hívott át Kiskunhalasra, aki egy olyan pályaképet és annak lehetőségét festette eléd, mely a volt főnöködre emlékeztetett. Elfogadtad a felkérést,
és 1960. október 11-től Kiskunhalason a kórházban a szülészet nőgyógyászat osztályvezető főorvosa lettél, és már a következő évben 1961-től igazgató főorvosnak neveztek ki a kórház élére. 34 évesen te lettél minden idők legfiatalabb kórházigazgatója. Ezüstös lesz majd nagy szívetek, bárha a győzők ti maradtok, zászlótok is ezüsté őszül, s egyszer győzni is elfáradtok. Csatazaj mögött eljön halkan, hozzátok is az ezüst élet. A kórházban töltött 30 éved benne van ebben a hadsorban. Fiatalos lendületeddel új kórházat álmodtál meg az akkori mocsár helyére, és kitartóan dolgoztál érte, olykor a cél érdekében huncutságoktól sem kímélve a döntéshozókat, holott amikor elkezdted a munkát és a lobbizást, mindenütt azt a választ kaptad, hogy Magyarországon a vidéki kórházfejlesztési program már lezajlott. De neked szívügyed volt a kórház. Egyértelműen addig mentél és kilincseltél, minden lehetséges forrást kijártál Béres Laci bácsival, amíg 1967-ben megszületett a döntés és elkezdődött a tervezés. 1970-ben hatalmas cölöpöket vertek le a feltöltött mocsaras területen, és miután vigyázó szemeidet mindig rajta tartottad az épületen, 1974-ben került átadásra az akkor 900 új ágyjal rendelkező, 130 ezer ember egészségügyi ellátására tervezett új kórházi főépület. Kiskunhalas ezzel a fejlesztéssel felzárkózott a 10 ezer lakosra jutó 70-72 ágyszámmal az országos átlaghoz, és egy olyan új perspektíva nyílt a város életében, mely azóta is meghatározó. A 10 emeletes épületet, mint a szocialista egészségügy fellegvárát említette a sajtó. A kórház építésével egy időben a 30 fős nővérszálló építését is megkezdtétek, hiszen neked fontos volt mindenki. A fityulás nővér is a kórházban. Mindeközben a szülészet is szíved csücske maradt, az akkor 108 ágyas osztályon évi 2500 körüli születésszámokat értetek el kollégáiddal. Kiváló nőgyógyásznak tartottak a betegeid, nem is csoda, hiszen éltél, haltál érettük. Szigorú, de igazságos voltál a munkatársaiddal, a betegeiddel. Az egyik kollégád úgy jellemzett, a világért senkit meg nem bántott volna soha. Utolsó mohikán voltál a klasszikus úriemberek között. Utánozhatatlan kedvességgel, árnyaltan, de mindig személyre szabottan és személyhez szólóan fogalmaztál. Kitűnő emberismerő voltál. Jellemábrázolásaid találóak voltak. A méltató szavak mellett nem nélkülözték a tapintatos kritikát, sőt esetenként a csipkelődéseket sem. Szavaid mégis mértéktartók, olykor meghatóak és szívhez szólóak voltak. 1988. június 30-ig igazgató főorvosként vezetted a kórházat, ezt követően még 3 évig, 1991. december 31-ig osztályvezető főorvosként dolgoztál nyugdíjazásodig. A kórházban eltöltött évekről mindig úgy nyilatkoztál, hogy életed legszebb 30 éve volt, melyet a kiskunhalasi kórház élén eltölthettél. Jó, hogy a sors ezt megadta neked. Az új kórház létrehozását az elképzeléstől, a tervezéstől, a beüzemelésig tudtad végigcsinálni. Óriási lehetőség volt. Kevés ember kap ilyet. Olyan karizmatikus vezető, kolléga és mentor voltál, akit oly nagyra értékelnek sokan. Minden esetre egyértelmű volt, hogy a kórházat a nagyobb és jobb dolgok felé kormányoz, és ezt sikerült is megvalósítanod. Ennek méltatásaként 1999-ben
Pro Urbe díjat adományozott Kiskunhalas városa. Olyan szép dolog elfáradni és pihenni, mint nem ad se harc, se más, kedves árnyékban leheverni le, s bennünk eleve ott a fáradás. 90 évesen, amikor ünnepeltük a születésnapodat, és az egészséget felől érdeklődtünk, elmondtad, hogy köszönöm, jól vagyok. De hozzátetted rögtön, hogy a lózunk, hogy jól vagyok, ez nem igaz. Nagyon rosszul hallok, rossz a szemem, menni nagyon nehezen tudok. Na, ha ezeket leszámítjuk, akkor tényleg jól vagyok. De az életed másik motorja a bridge fiatalon és frissen tartotta szellemi képességeidet. Miért is kezdtél el bridge-elni? Medikus korodban, amikor az Alzheimer kórról tanultál, és ennek semmi gyógyszeres kezelése nem volt még, az szerepelt az egyik tankönyvedben, hogy az ellenszere az agytorna, zárójelben a bridge. Hiszen a logika, az intuíció, a valószínűségszámítás mind összpontosul a bridge-ben, ami végig kísérte az életed. A patinás fészek klubban szerelmesedtél bele a pakliba, és már nyugdíjasként tanultad meg használni az internetet kártyára, hogy a szenvedélyednek, hobbidnak éljél, mely összekötött sokakkal a világon, a világhálón, de a személyes bajai, szegedi és kiskörösi barátságok mögött is egyik kapocs a bridge volt. Te ebben is kitartó voltál, Solti Kálmán barátod, az utóbbi 20 évben volt a bridge partnered is. De nem csak a bridge volt a minden, ahogy viccesen mondtad egyszer, én az összes zeneszerszámon játszom, vagyis tarok, póker, mind jöhet. 5 évvel ezelőtt a 90. születésnapod alkalmából 2017-ben Kiskunhalas város díszpolgára lettél. Megtiszteltetés a kórházi szervezetünk számára, hogy valaki olyan, mint te, kemény munkáddal a csúcsra vittél minket. Szeretettel és melegséggel állandóan emlékezni fogunk rád. József Attila szerint nagy csöndű, komoly kísértet kísér, s hová lépek, kibú a föld alól, az árnyékon, mely mindenütt követ, s találkozunk is egyszer valahol. Monszpart, Szentmiklósi, Makai. Már csak nagy csöndű árnyékok, olyan igazgatók voltak, voltatok, hogy kimagasló teljesítményre ösztönzitek az utódjaitokat, hogy bátran nézhessünk egymás szemébe akkor, ha találkozunk egyszer valahol. És lehet, hogy most egymás szemébe nézve nem engedem a könnyeket a szememből, de szeretném, ha tudnád, hogy a szívem csendben sír. A Semmelweis Kórház minden munkatársa nevében búcsúzok tőled, Isten mellett főorvoskod. Nyugodj békében. Együttérző szívvel állunk itt, keresztény testvérünk hamvainál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek vigasztalását.
Örökké, őt választottam, ott lakom nála. Dr. Magai László testvérünk lelkének üdvösségéért december 19-én délelőtt 10 órakor mutatunk be engesztelő szentmisét az alsóvárosi plébánia templomban. Jöjjünk össze és imádkozzunk érte. A gyászoló család fogadja maga és egyházközségünk imádságos részét.